Mi bajod van? Már elmentek. Mondjad már! Igen, elmentek, de hogy? Nem értelek téged. Mert? Mit mert? Már épp elmentek volna. Te meg az ajtóból visszahúzod őket, nem visztek még? Meg te csomagoltatsz. Hát hova csomagoltatsz? A te hibád az egész. Nem elég, hogy itt vannak, megzabálnak mindent. Meg azok is. Jaj, de finom, lerégettem ilyen jót. Megevett 5 gombócot, nem? Hát számoltam. Te meg azonnal, jaj, akkor szedek még. Örülsz neki. Hát kajakra megmalmoztak. Ilyenkor te se vagy raffinált, meg kitanult. Bezzeg én elmegyek dolgozni, ki tudod számolni, hogy mikor érek haza, úgyhogy amire felérek a negyedikben, a másodikon megpihenek. Azzal is képbe vagy. Hát, de azok is ugyanúgy hibásak. Én nem értelek titeket. Hát hogy lehet ez? Vendégségben vagyok, azt összecsomagoltatok minden. Hát nem normális. Vagy én is ezt fogom csinálni. Átmegyek. Jaj, ez... Te az csivász, az a viszki? Jaj, de rég ittam. Hát persze, hogy rég ittam, nem is szoktam piázni. De egy erőszakkal ki fogom bontatni, aztán meg elcsomagolom. Jaj, de nagy az a tévé, jaj, de barul, milyen káromlott. Pont a kombival jöttem. Ne legyél már irigy. Irigy? Én irigy? Fű. Nagyon jót tudsz, hogy én még az utolsót is odaadom, de hogyha én nem adnám oda az utolsót, te kajakra összecsomagoltatod nekik az utolsót, meg az egész izét. Ez egy szófordulat. Odaadom az utolsót, testvérem. Ki adja oda az utolsót? A max a gyerekeknek. Nevetséges az egész. Jó, van, főzök neked másikat. Nekem te ne főzzé! Megvolt a lehetőséged két ünnep között, meg ünnepek alatt. Nem ehetek, amikor kész van, mert a vendégeké. Jönnek a vendégek, megzabálják az egészet, végignézem azt is. Amikor meg mennek ki, akkor meg még te meg a maradékot is oda viszed neki. Nekem te ne főzzé, mert megyek vendégségbe, azt visszaszerzem, amit te elosztogattál. Őzöl, akinek akarsz.